Szent Péter az apostol fejedelem volt, Szent Pál pedig a népek apostola. Mindketten vértanú halált haltak. Az egyházat Jézus Krisztus alapította, az egyház szervezeti megteremtése fűződik az apostolok nevéhez. Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe az egyházmegye székes egyházának búcsú ünnepe, mert a tiszteletükre lett felszentelve és a nevüket viseli a püspöki székes egyház. Ez az emléknap az aratás kezdetét is jelzi. A pécsi székes egyházban ünnepi szentmisével emlékeztek meg az apostolokról. Most itt a mi egyházmegyénkben ennek ilyen hármas gazdagsága van. Az egyik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nyilván a főapostolokat ünnepeljük, akikre a hitünk, ami sokszor emberi gyenge hitünk épül, gazdagodik. A másik az ő csodálatos üzenetük a mai nap, a mai világban különösen is aktuális, hisz kiléptek a maguk világából, a maguk köréből. Péter otthagyja a bárkát, otthagyja a halászhálót, Pál a maga elképzelését hátrahagyja, és mind a kettő belenéz Jézus szemébe, és elindulnak az ő útján. És a harmadik, hogy itt ünnepeltük most azokat a testvéreinket, akik nagyon csöndesen, nagyon háttérben szolgálták az egyházközségeket, és ezért kaptak kitüntetést, hisz a hitnek a gyümölcse az nem mindig hangos, nem mindig különleges, de mindig rendkívül nagy és rendkívül erős. És ezt így együtt most nagy-nagy örömmel és szeretettel ünnepeltük. Az ünnepi szentmisét követően elismeréseket adtak át az egyházmegye területén működő plébániáknál szolgálatot teljesítő munkatársaknak. Kanizsai István a Pécs-gyárvárosi egyházközség prominens alakja, a plébániai tanácsadó testület alelnöke, nyugdíjas autószerelő mester, gazdálkodó. Egy lánya, két fia és öt unokája van, feleségével aktív tagjai a házas hétvége mozgalomnak. Ott tevékenykedem, általában a műszaki dolgokat felügyelem a templom és a templomhoz tartozó filiáknál, tudva levő, hogy ezek az épültmények, az épületek, ezek idősödnek, óriási kihívás ezeknek a karbantartása, illetve a felügyelete. Ebben próbálok segítkezni, úgyhogy minden rendben menjen. Illetve ez a műszaki dolgok, és megteremtjük azt, hogy az igeli, a liturgikus dolgok megfelelően folyanak a templomokban, illetve a filiákban. Szabó Istvánné Gizella több évtizede tevékeny és hasznos tagja a kányai egyházközségnek. Gyermekként minden porcikájába beleívódott a falusi emberek hitükhöz való ragaszkodása, őseik hagyományainak ápolása. A családi élet feladatai mellett vállalta a sekrestyési szolgálatot. Kevés jövedelméből sok esetben áldozott arra, hogy a katolikus közösség élete zavartalanul folytatódjon. Erős hite, csodálatra méltó és áldozatkész munkássága példaértékű mindenki számára. Mindig úgy neveltek, hogy vallásosan, és hát közel lakok a templom mellett, második ház, aztán ugye idegben van a plébánia, nincs nálunk, úgy jár oda a plébános úr, aztán hát mindenben segítek, amiben tudok. Takás Józsefné több gyermekes édesanyaként, feleségként hosszú ideje a szigetvári plébánia közösség aktív tagja. Munkája és családja adta teendők mellett keresztes pál plébános úr nélkülözhetetlen jobbkezeként dolgozott, s napjainkig nagy teherbírással végezte a sekrestyési feladatokat. Férjével elválaszthatatlan szeretetben másfél évtizednyi folyamatos szolgálatban viselte gondját Szigetvár szakrális tereinek, hűséggel segítve plébánosának mindennapjait. Hozzám általában három templom tartozott, a Turbéki Kegyhely templom, a Szent Antal templom és a Szent Rókus templom, itt teljesítettem szolgálatot, valamint hosszú éveken keresztül keresztes pál plébános úrnak még a házvezetőnője is voltam, illetve irodai munkát is végeztem szabadidőmbe, azon kívül a hát minden egyéb a templomhoz tartozó dolgok rendbetartása, az esküvőre a templom feldíszítése és minden egyéb munka. A férjem segítségével volt az enyém Szigetváron ez idáig. További négyen vehettek át elismerést. Így a Mohácsi plébánia szolgálatában álló Mádlics Mátyásné Regős Ilona. Az Apaligeti plébánia életét segíti Kósa Ferencné Révész Mária.
A Sellyei Egyházközségben tevékenykedik Kőszegi Lászlóné. A Szászvári plébánia szolgálatában végzi feladatát Szigetvári Bálintné, akinek lánya vette át a díjat. A díjazottak az ünnepi szentmisét követően agapéra voltak hivatalosak, amelyet a püspökségen tartottak.